A nyár közelettével a legtöbben már semmi másra nem tudnak gondolni, mint azokra a kellemes pillanatokra, amit idén nyáron fognak a tengerparton eltölteni. Egy tengerparti nyaralás általában csak a nyugalomról, a csodálatos tájról és a kikapcsolódásról szól, ami egészen addig igaz is lehet, míg az ember nem a mai videóban felsorolt veszélyes tengerpartokat célozza meg a nyaralás idei helyszíneként. Míg néhány az itt említett tengerpartok közül a hatalmas hullámok vagy áramlatok miatt lehetnek veszélyesek, addig vannak olyan tengerpartok is, ahol semmi mástól nem kell félnünk, mint a helyi kártelek rossz fiúitól, akik képesek bárkit eltenni lábalól, ha éppen olyan kedvük van. Szóval mielőtt kinyitnád a pénztárcádat, hogy kifizesd az idei nyaralást, nézd végig ezt a videót és győződj meg arról, hogy még csak véletlenül sem mész a mai videóban említett tengerpartok közelébe se. De ha te az a személy vagy, aki szereti kockáztatni az életét, akkor legalább szólj a szeretteidnek, mielőtt elindulsz ezen helyek egyikére, hogy lehet, hogy már soha többé nem jössz vissza. Praia do Norte. Az itt található felvétel láttán valószínűleg számodra is egyértelművé válik, hogy miért tartozik a portugál Nazaré község mellett található tengerpart a világ legveszélyesebb tengerpartjai közé. Nazaré az egyik legrégebb és legkedveltebb üdülőhely Portugáliában, és ez a kis halászfalu minden nyáron a kikapcsolódásra vágyó portugál családok mekkájává alakul át, még annak ellenére is, hogy itt a tengerben tényleg csak a legbátrabbaknak érdemes megmártózniuk. Ha a tengermélység méréstan szemszögéből nézzük az itt kialakult helyzetet, akkor jól látható, hogy a partoktól nem messze egy hatalmas kanyon helyezkedik el a víz alatt, így tulajdonképpen semmi nincs itt, ami az óceán irányából közeledő vízáramlatokat képes lenne megfékezni. A part közelében lévő 5 méter mély víz pár száz méterrel beljebb már nagyjából 300 méter mély, és a három különböző irányból érkező áramlatok akkora hullámokat is kialakíthatnak, amik akár a 30 méteres magasságot is elérhetik. Ez tulajdonképpen csak azoknak a szörfösöknek kedvez, akik minden évben ide látogatnak, hogy bebizonyítsák a teljes világnak, hogy nekik vasból van a mogyijuk. Bikini Atoll. A dolgok pozitív oldalát nézve ez a gyönyörű szigetcsoport manapság már sokkal kevésbé veszélyes, mint az 60 évvel ezelőtt volt. A Marshall-szigetekhez tartozó Bikini Atoll az 50-es években az Egyesült Államok hadseregének a nukleáris játszótereként létezett, ahol számos robbantást hajtottak végre. Ezek közül a legnagyobbra a Castle Bravo nevű művelet sikeredett. A Castle Bravo nevű nukleáris robbantása vártnál háromszor nagyobbra, közel 15 megatonnásra sikeredett, ami a hiroshimai atomrobbanás erejének az ezerszerese. Nos, valamiért ezzel nem számoltak az amerikai hadsereg agyasai, és azzal sem, hogy ez a robbanás radioaktív hulladékokkal borítja majd be a csendes óceánt 18.000 négyzetkilométeres körzetben. Ez a robbantás nem csak a közelben lévő egy japán halászhajó teljes személyzetét pusztította el, de a környéken található összes apróbb szigetet is lakhatatlanná tette. Manapság a turizmus ezen a szigeten ismét kezd fellendülni, mivel a rengeteg víz alatti hajóroncs és a robbanás által kialakult kráterek a búvároknak egy különleges látványt nyújt. A turistáknak természetesen szigorú előírásokat kell követniük, amibe beletartozik az is, hogy a szigeteken található termések közül semmit sem lehet elfogyasztani, és nyilván semmit sem lehet hazavinni innen magunkkal. Az Arnhem-földi tengerpart. Ausztráliában az emberek egyik kedvenc mondása az, hogy ha valami mozog, akkor az bármikor megölhet téged. Ez a mondás talán Arnhem föld esetében a legigazabb, ugyanis Ausztrália ezen északi régiójában az összes szokásos mérgező állatfaj mellett még találkozhatunk krokodilokkal és mérgező medúzákkal is. Ez egy szomorú tény, ugyanis az itt található Galaru és Bavaka a világ legszebb tengerpartjai közé tartozik, ahol csak kevés emberrel, gyönyörű homokkal és türkiszkék vízzel találhatjuk szembe magunkat, ennek ellenére elég nehéz lehet itt lazítani, főleg akkor, ha tudja az ember, hogy milyen állatok kóricálhatnak itt a környéken. Ha például megpróbálnál itt bemerészkedni a tengerbe, amit személy szerint én senkinek nem ajánlok, akkor pár perc elteltével sikítva futnál ki a partra fájdalmas medúza csípésekkel a testedem. Az itt található kocka medúza a világ legveszélyesebb medúzái közé tartozik, aminek 2 méteres csápjai jobb esetben fájdalmat, rosszabb esetben a halálodat is okozhatják. Ez a medúzafaj 1994 és 96 között 63 ember halálát okozta, és mivel ezen a helyen senki sincs, hogy elsősegélyt nyújtson, ezért a csípést követően az áldozatok 2 és 5 perc között az életüket vesztették. Természetesen találkozhatunk itt cápákkal, kőhalakkal és még kékgyűrűs polipokkal is, amiket szintén nem sorolhatnánk fel a legbarátságosabb és legveszélytelenebb állatok között. Sheerness.
Sheerness első ránézésre csak egy tipikus öreg, unalmas és pókhálókkal teli angol tengerparti városnak tűnhet, de ez csak addig van így, míg az ide látogatók meg nem tudják azt, hogy ez a város szó szerint egy tengerparti időzített bomba, ami bármikor felrobbanhat. Ha most felmerült benned az a kérdés, hogy mégis mitől lesz egy átlagos kis angol városból egy időzített bomba, akkor elmagyarázom. 1944. augusztusában a II. Világháború vége felé egy SS Richard Montgomery névre hallgató amerikai hajó zátonyra futott nagyjából egy mérföldre Sheerness partjaitól. Nos, a hajó nem más szállított, mint 1500 tonna veszélyes robbanószert, aminek minden egyes darabja a tengerben kötött ki. A robbanószerek egy bizonyos részét eltávolították, de az 1500 tonna robbanószer nagy része még a mai napig az elsüllyedt hajó fedélzetén található, aminek az eltávolítása túlságosan kockázatos lenne, viszont az idő múlásával ezek egyre veszélyesebbek lehetnek az itt élő emberek és az ide látogató turisták számára. Egyes megállapítások szerint, ha az itt található robbanószer felrobbanna, akkor ez lenne a történelem egyik legnagyobb nem nukleáris robbanása. Az esetleges robbanás a környéken lévő összes épületet romba dönteni, és még egy kisebb cunamit is kialakíthatna, így jobb, ha senki sem kockáztat és messzire elkerüli ezt a tengerparti angol várost. Acapulco. Acapulco egykoriban még a legikonikusabb mexikói turista célpontok közé tartozott. Végül is mi lehetne jobb, mint az egész éves napsütés, a kristálytiszta víz és a bikini felső nélkül rohangáló csajok. Nos, még ezeket a mai napig meg lehet itt találni, addig Acapulco egy másik témában is jeleskedik, ugyanis itt követik el a világ második legtöbb gyilkosságát évente. Az elmúlt években ezen a helyen semmi más nem zajlik a színfalak mögött, mint a helyi drogkártelek területért folyó háborúja. Az itt elkövetett gyilkosság mennyiségét a földön egyedül csak a venezuelai Caracas haladja meg. Csak a tavalyi év során 2316 gyilkosság történt Acapulcóban, és a legszomorúbb az egészben az az, hogy az áldozatok 30%-a csak vakációzni jött ide, és semmi köze nem volt a helyi kártelekhez. Az Egyesült Államok utazási tanácsadói szerint Acapulco veszélyességét nagyjából Szíria és Afganisztán mellé lehetne sorolni. Nos, ennek ellenére Acapulco még a mai napig megél a turistákból. Ha egyszer valamiért erre látogatsz, akkor jobban jársz, ha nem hagyod el a város turista részeit, nem foglalkozol a helyiek dolgaival, és még csak véletlenül sem áll szóba az itt hemzsegő több ezer díler egyikével sem. Talán ezeket a tanácsokat megfogadva épségben térhetsz majd haza a szeretteidhez. Boa Viagem. A Boa Viagem észak-kelet Brazília egyik legelőkelőbb tengerparti része, ahol pálmafák ezreiben és a fehér homokos tengerpartokban gyönyörködhetünk naphosszat, valamint előkelő éttermekben és bárokban költhetjük a kevéske kis pénzünket. Most képzeld el a következőt. Hatalmas a hőség, a nap százágra süt és csak az apró hullámok törik meg a csendet. De valamiért mindenki csak térdig megy be a tengerbe, te pedig nem érted, hogy mi az Isten folyik itt. Nos, ha jobban kinyitottad volna a szemed, akkor megláttad volna azokat a táblákat, amik nagyjából 30 méterre elhelyezve egymástól figyelmeztetik az embereket, hogy még csak véletlenül se fürödjenek itt a tengerbe. Na de ugyan már miért ne? Nos, Boa Viagem az a hely, ahol a legtöbb halálos cápa támadás történik évente. 1992 óta összesen 60 ember támadtak meg itt a cápák, és ezen balesetek közül 24 sajnos végzetes volt. Az érdekesség az itt található tengerpartokban az, hogy egészen 1990-ig szinte egyetlen cápa támadás sem történt itt. Egyes vélemények szerint a cápák akkor kezdtek el itt megjelenni, amikor a közelben található Suape-ki kötő építése miatt több folyót más irányba tereltek. Hanakapiai. A Hanakapiai Hawaii egyik leggyönyörűbb és egyben legmagányosabb tengerpartja is. Ez talán annak köszönhető, hogy ide csak egyetlen út vezet, ami nem más, mint a Kalalau ösvény. Ha valaki túléli az ösvény során felmerülő veszélyeket és eljut erre a tengerpartra, akkor rögtön egy csinos táblával találja szembe magát, amin azon emberek vannak felsorolva, akik az elmúlt évek alatt itt a vízbe fulladtak. Úgy tűnik, hogy a Hanakapiai tengerpart több okból is a világ legveszélyesebb tengerpartjai közé sorolható. Először is kezdjük azzal, hogy itt nincsenek életmentők és általában senki más sem, de ez még egymagában nem ad magyarázatot arra, hogy miért fulladt vízbe itt 80 ember az elmúlt 20 év során. Nos, a legtöbb hawaii tengerparttal ellentétben itt nem található zátony, ami segítene megfékezni az óceán hatalmas erejét. A dagály időszakában a hullámok felerősödnek a zátonyok hiánya miatt, és olyan áramlatok jönnek létre, amik teljesen kiszámíthatatlanok. Nos, a legtöbb ember reflexzerűen egy ilyen helyzetben megpróbálna a part felé úszni, ami egy nagy hiba, ugyanis ebben az esetben egyre csak távolabb és távolabb kerülünk majd a partoktól. Az egyetlen módja annak, hogy kikerüljünk ezekből az erős áramlatokból, az az, ha a tengerparttal párhuzamosan próbálunk megúszni.
Ha azt hiszed, hogy pár száz méternyi úszással kikecmeregsz majd ebből az életveszélyes helyzetből, akkor tévedsz. Lehetséges az is, hogy több kilométeren keresztül kell majd úsznod ahhoz, hogy végre partot érhess valahol. Innen meg már csak az a kérdés, hogy hogy az Istenbe találsz majd oda-vissza, ahonnan jöttél. Ha valaki fizetné neked az utadat ezen helyek egyikére, akkor elmennél-e? És ha igen, akkor melyik veszélyes tengerpartot választanád célponttól? Ha szeretnéd megismerni a legveszélyesebb állatokat is, amikhez jobb, ha soha nem nyúlsz hozzá, akkor kattints erre a videóra. Vagy erre a lejátszási listára kattintva több száz érdekes videó közül válogathatsz. Köszönöm, hogy ismét itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!